Az első kérdésem az lenne, hogy mikor alakult az egyesület, illetve a népdalkör. Gondolom az egyesületről majd Piroska néni, és a népdalkörről Ancika néni fog majd nekünk beszélni. A Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület 1972-ben alakult. Egy klub volt, sima nyugdíjas klub, és 2000-ben lett egyesület, akkor jegyeztették be bíróság által egyesületként, és ezt nagyon jól tették, mert az egyesületeknek sokkal nagyobb lehetőségük van minden területen pénzhez jutni, másféle programot tudnak szervezni, mintha csak klubok lennének. Tehát lehet az adó 1%-át kérni, akkor lehet pályázatokat írni, tehát nagyobb lehetőségük van, és ezt mi ki is használtuk végig. Régen is, meg most is. És az a dalkört pedig hát Ancika alapította annak idején, átadom neki a szót, és ő beszéljen róla. A népdalkör 1997-ben alakult meg. Véletlen folytán tulajdonképpen nem volt tervünk, de a csapatban nagyon nagy lelkesedés volt, és szeretettel énekelték a népdalokat. Elhatároztuk, hogy ha ennyire szeretik, akkor megpróbáljuk egy kicsit komolyabban foglalkozni, és sikerült is, mert az első Ki mit tud alkalmával mindjárt elnyertük a legmagasabb kitüntetést, illetve eredményt, a kategória díjat. Így indultunk, kevés volt akkor még, talán 12-en, 14-en voltunk, utána aztán szaporodott a tagság. Később, jó pár év múlva jöttek férfiak is, akkor lehetőségünk nyílt arra, hogy változatosabbá tegyük, felelgetős formába énekeltünk, és sokkal érdekesebbé vált, kedvesebb, hangulatosabb lett az előadásunk. Benne lenne az a lehetőség is, hogy a gyerekekből jönnének esetleg énekelni is a csoportba, mert mi idősek vagyunk, már nem olyan szép a hangunk, nem tudunk olyan soká kitartóan énekelni, és a gyerekekkel sikerülne talán jobban, színvonalasabban a csoportot és nívót emelni. Érzem, hogy nagyon jól sikerült megvalósítani azt a célt, amit elhatároztunk, amit elterveztünk tulajdonképpen, hogy ezek meghívott emberek jól érezzék magukat, és azok az emberek is, akik régen voltak a dalkör tagjai, velünk együtt énekeljenek, velünk együtt vegyenek részt ezen az ünnepségen. Utána a fogadáson próbáltunk beszélgetni velük, és mivel nem volt olyan lehetőségünk, az étteremben sem, meg a másik helyen sem külön voltak a fogadások, hogy felidézzük a régmúltat, ezért a mai napon itt az Öregek Napközi otthonába egy kis pezsgős összejövetelre jöttünk, és hát itt fogunk beszélgetni arról, hogy milyen is volt ez a 15 év, felelevenítjük egy kicsit az emlékeket, énekelgetni fogunk a régi dalcsokrokból, egy kicsit videót fogunk nézni, hogy mi is volt régen. Én azt gondolom, hogy a célját azért elérte, az volt a célunk, hogy valami maradandót adjunk most, emlékezzünk valamire, és a többiek is, akik velünk voltak, barátaink érezzék azt, hogy mi itt egy közösség vagyunk, szívesen látjuk őket, mi magunk is jól érezzük magunkat ebbe a közösségbe. Úgyhogy én csak pozitívat tudok mondani róla, nem tudom, hogy a közönség mit, nagyon sok dicséretet kaptunk, ezt tudom, utána mindenki gratulált, és nagyon jól érezte magát mindenki. Köszönjük szépen!
Megvárhasod
vasár, bolond, aki télen nyáron halányokhoz jár, bolond, aki télen nyáron halányokhoz jár. Mert én a lányokhoz járok, sejem paplan alatt állok, mégis szeretek a lányok csuhajok. Szegény vagyok én, szerelakom én, a házamnak nincs teteje, elhagyom.
más kéne már menni. Vajon mit fog nap mondani, sötét az ég alja, babám kísérj el haza, megszolgálom. Thank you.